És most szeretném, hogyha az énekkarunk bemutatását elmondhatnám önöknek, mielőtt a szentmiséket elkezdjük, hiszen 5 órától a programot a szentmisében folytatjuk. Az énekkar 1996-ban közel 20 éve alakult, elindítója dr. Lengyel Gyula atya, a karvezető dr. Marcisság Zoltánné Nórika volt. Későbbi karvezetőik volt a Vojtovics Tímea, Kálmánné Lesnár Kornélia, jelenlegi vezetőjük pedig Orosz Erzsébet. Mindannyiunkról elmondhatjuk, hogy szívesen és szeretettel készítették fel őket egy-egy ünnepi alkalomra, és mindent megtettek, hogy eredményes legyen együttműködésük. Megtanították a csoport tagjait, hogy a kották világában felismerjék, mit is jelentenek azok a kis gombócok, és hogyan kell énekelni őket. Jelenlegi vezetőjük Orosz Erzsike hosszú és fáradtságos utat tesz meg Debrecen és Szendrő között, hogy foglalkozzon velük, de még hollandiai tartózkodása idején sem hagyta magukra őket, hiszen Skype-on gyakorolták a pasiót, hogy szép lehessen a húsvéti ünnepük. Hála és köszönet neki érte. Létszámuk kezdetben 20 fő volt, ami az eltelt idő alatt lemozsolódulásuk miatt csökkent, de egy kedves kórustagunk, Szamoja Ferencné, Marika néni az égi hazába költözött. Jelenlegi létszámuk 10 fő. Énekeikkel igyekeznek szebbé és színvonalasabbá tenni a szentmiséket, de részt vettek már a környék falvainak egyházi ünnepein is. Ilyen alkalmak voltak Hidvégargó, Galvács és a Martonyi templom felújítási szentmiséi. De voltak Alsó-Telekesen, Budvaszilason, Martonyiban, Meszesen, Szendrőládon, ünnepi alkalmakkor és Sajószentpéteren kórus találkozón. Szívesen élnek meg elnek városunk rendezvényein, a Közösségi Házban ünnepi testületülésen, melyen városávárásunk évfordulóját ünnepeltük, valamint augusztus 20-i ünnepségeken és a már hagyományá vált karácsonyváró adventi előkészületek ünnepein is városunk főterén. A jelenlegi megmaradt kis csoport hűséggel szolgálja Isten, egyházunkat és embertársainkat. Hála és köszönet érte az Úrnak. Úgy éreztük, hogy igazából itt vagyunk mi mindannyian szendrőiek, és ismerjük egymást, de mégis vannak olyan alkalmak is, talán ez a mai alkalom is jó lehetőség arra, hogy egy kicsit összegezzük ezeket az eredményeket, hiszen mindannyian itt élünk ebben a település közegében, és valójában sokszor elfelejtünk dolgokról beszélni, elszaladunk dolgok felett. Úgy éreztük, hogy ezt itt egy kicsit talán most alkalom összefoglalni. Néhány perc múlva a szentmisével, 5 órakor pontosan a szentmise kezdésével folytatjuk ezt a mai programot, melyre tudomásom szerint nagyon sok itt szolgáló atya elfogadta a meghívást, és ez nagyon nagy örömére van a szervezésnek. Én azt szeretném kérni, hogy akit esetleg még ebben a néhány percben érdekel és ideje engedi, fáradjon fel az Erzsébet terembe és nézze meg a kiállítást, hiszen erre az alkalomra készült egy kis kiállítás is, festményekből, illetve alkotásokból. Azt is elmondom, hogy kikét lehet megtekinteni. Seres Tamás ikonfestészetéből van kiállítás, Békis János kanonok Esperes úr életútjából, dr. Marcisság Zoltán és dr. Marcisság Zoltánné életútjáról, valamint Tokár József, Lak Tiborné, Berezsnyák István, Galamb Gizella, Kilicsi Zoltánné néven ismert, és Menner Ödön, Ödi bácsi néven ismert festményeiből. Aki esetleg érdeklődik ez irányt a kis kiállítás iránt, akár most még a szentmise kezdéséig, a szentmise végeztével és az Erzsébet teremben megtekintheti azt. Köszönöm szépen!
szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Milyen tisztelt Hőszín, tisztelendő Atyánk, nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Szentlői Római Katolikus Egyházközség nevében. Nagyon-nagyon örömükre szolgál, hogy ennyien elfogadták erre a mai alkalomra a meghívást. Nyitott templomok éjszakája című rendezvényükről van szó, és borzasztó örömükre szolgál, hogy ennyi ismerős arcot és ennyi ismerős embert láthatunk itt ezen a rendezvényen. Köszönjük szépen, hogy idejüket áldozták erre a mai alkalomra, és el tudtak jönni erre a meghívásra eregetében a megkeresésünknek. Kérjük, hogy minél tovább, amennyire ideig engedi, maradjanak itt ezen a mai programon, és az Erzsébet teremben összeállított kis kiállítást tekintsék meg. Még egyszer nagy-nagy szeretettel köszöntöm itt Önöket köreinkben. A főtisztelendő paptestvérek nevében hálásan köszönjük a meghívás a kedves plébános atyának. Tulajdonképpen kettős ünnepet köszöntünk ma. Egyrészt az Ars Sacra, a Szent Művészet katolikus rendezvény sorozat keretében kerül sor erre a találkozónkra, koncelebrációs szentmisénkre, és a világegyházzal ma ünnepeljük az évközi 25. vasárnapot. A szentmise áldozatot felajánlom az itt jelenlevő kedves hívekért, családjaitokért, és külön is a szentmisét felajánlom a templom egykori nagyon közismert és szeretett kanonoka Békis János atya lelkejavára, aki az égből ünnepel velünk, valamint az itt szolgál többi plébános atya, illetve káplán lelkért, akik már reményünk szerint az örök mennyei szentéből koncelebrálnak velünk. Hogy a Jóisten szívesen fogadja eukarisztikus áldozatunkat, tegyük le az elmúlt napok bűneit, mulasztásait, tartson bűnbánatot, vizsgáljuk meg lelkünket. Jónom, a mindenható Istennek, Istennek testvéreinek, hogy sokszor én is sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem. Vélem azért, hogy a boldogságos, mindenkor szeplőtelen szűz Máriát, az összes angyalokat és szentetek, és titeket testvéreinknek, hogy imádkoztatok életet, Urunkhoz, Istenekhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Thank you.
könyörögjünk. Mennyei Atyám, Te az Isten és ember szeretet parancsába foglaltad össze szent törvényedet. Add, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasd meg a bölcsesség könyvéből. A gonoszok így beszélnek az igaz emberről. Lássuk hát igazak a beszédei, figyeljük meg, mi végre jut. Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten az ő pártjára kell, és kiszabadítja ellenségei kezéből. Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk őt, hogy megismerjük szelítségét és kipróbáljuk türelmét. Ítéljük gyalázatos halálát, hiszen azt mondta, ő Isten oltalmából részesül. Ez az Isten igéje. Thank you.
Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Milyen rendszer van Magyarországon,
annyi élmény jut ide, és az is, amikor itt beszélgettünk, hogy boldogan érkeztünk, amikor ebben a templomban is kívánom Károlyának, hogy lássam előtt is, a kápolnokra is, hogy 280 gyerek volt a gyerekviségnek. 280 gyerek. Tele voltak akkor, külön gyerekviség kellett mondani, és akkor jöttünk a 49-es viselőt, hogy végezzünk a 49-es viselőt. Jó volt itt lenni, és nagyon sok emlék fűz. Mindannyiunkat gondolom, mindannyian sokat tudnánk beszélni, amit eltartott életről. Nekem 4 év alatt itt Szentlőben. Úgy gondolom, hogy nagyon sok barátság szövődött, és sok ember megismertem, és valóban jó volt itt dolgozni. Mi is megéreztük, és így a gyökerek nagyon fontosak, az előreinknek a becsületes, Istenre hagyatkozó munkáját, és jó volna az elmúlt nemzedék a mi munkánkat is valamiképpen megérezni a hívek lelkében, a hívek érdekében. Jánosi bácsi mindig ott mondta, hogy a maga kis misét a mellé voltál. A kápláné volt a tényleg és a nagymise, ő pedig mondta, sokszor csak ezt mondta, kezdeni! Latinul végezte a átváltozást, akik legalábbis. És csak ezt hallottuk, hogy most ér oda a Szentmise nemfő részéhez. Testvéreim, itt vagyunk és egy hajóban utazunk. Az évek elszálltak, az emlékek előjönnek, amelyek segítenek bennünket abban, és megerősítenek bennünket abban, hogy valami jó volt. És jó ezekkel visszaemlékezni, mert erőt adnak, és bátorítást adnak. Az ember napi élete folyamán él, és sok öröm él, és sok kudarc. És mindig az örömből, a sikerekből kapunk erőt és bátorítást, sikert úgy értve, hogy sikerült ő Isten dicsőségét szolgálni valamilyen munkánkkal, valamit tettünk a közösségért, és a közösség ezáltal közelebb került a jó Istenhez. Fegyencsik felületre is, Keresztes Laci a legidősebbek közöttünk, akik voltak itt kárpán. Utána vannak itt már természetesen olyanok is, akik plébánosként kerültek ide, de vagyunk egy pár napig kárpánként. Jöttünk, és úgy is mentünk el más feladat körben, más helyre a főpásztor utasítására. És mindannyian beszélgetve, most a viselőt is, szívesen gondolunk vissza itt eltöltött életre. Zuppó Jancsi, bocsáss meg, itt vagy valahol. A János az ötönbe jött, amikor belépti a csekesség, aki fiatal, és adja a gyerekének a nyakába azt a keresztet, ami ő is hordott. Ez egy csodálatos dolog. Azok a gyökerek, amelyeket ő kapott és amelyeket megerősödött, átadja a gyermekeinek. Mondom, hogy ezt a keresztet, hogy valóban én csináltam. 32 éve. Jó díjjel. Vigyük meg a fiatalai. Egy olyan fiatal ember csinált, aki balesetet szenvedett és kerekesztébe nyomorult, került szülőfalunkban Varsóban. Jó volt látni. És valóban az ember ilyenkor nosztalgiázik, ami kell és fontos az életünkben. Visszagondolva, milyen szép volt, milyen jó volt. És valóban emlékszem azokra az időkre, amikor megtelt ez a templom vasárnapi miséken, és évtelenül is voltunk azért jócskán, jó lehet, minden reggel 2 nagy mise is volt.
létszámú csökken talán a templomban, nem szabad elkeseredni is, depresszióba esni, mert az imádságnak hatalmas ereje van. Imádkozni kell a fiataljainkért. Mert sokszor, hogy oda kerültek, ahova kerültek, ami rossz példánkra az eredménye. Mennyire bíztunk, mennyire hittünk Istennek a szeretetében, Istennek a kegyelmében. Mennyire hittünk az imádságnak az erejében. Mennyire volt fontos számunkra az, hogy vasárnapról vasárnapra eljöjjünk a templomba, hogy táplálkozunk az eukarisztiával, az örök élet kenyerével, hogy megerősítsük magunkat, és itt jelenlétünk el, megerősítsük azt a másik embert is. Jó együtt lenni Isten gyermekeinek a közösségében. El szoktam mondani egy nagyon kedves példát az imádság erejéről. Egy nagyon súlyos, beteg, rákos édesanyja mondanám hallottok, amikor apró gyerekei, 3 éves, 4 éves gyerekei, befutottak a játék közben, és mondták az édesanyjának, édesanyja, imádkozunk érte. És a maguk gyönyörű szavaival édesanyja beteg ágyánál imádkoztak az édesanyjának. És mit ad Isten? Az édesanyja nekem. Kérem szépen, a tiszta szív, tiszta lélek imája, már pedig a gyermek az, fölhatott az égbe, és Isten meghallgatta az ő gyönyörű szavait. Súlyos bűnkövetel a szülő, aki a gyermekét nem tanítja meg imádkozni. Én magam is szoktam kérni kicsike gyerekeket, akik már tudnak beszélni, most ezért erre szándék imádkozzának. Fontos, hogy higgyünk az imádság erejében, amely Isten elé száll, és Isten meghallgatja a mi kérésünk, nem ellenkezik az ő Isteni akaratával, meghallgatja a mi kéréseinket. Testvéreim, az idő szalad, az idő elszáll, jól lehet, nem öregszünk. De egyszer meg kell állnunk, mert Isten ítélszik előtt is, számot kell adni földi életünkről. Papoknak arról, hogy mit tette hívek közösségéért, hogyan áldozták fel magukat, mint a gyertya, elfogy az oltáron, ellenézti magát, hogy egy picike fényt, egy picike melegséget adjon. Sírek pedig arról fognak számot adni, hogy mit hallgattak meg, mit fogadtak meg a lelki atyáknak a tanításából és szavaiból, amely néha sikerül, néha nem sikerül. De biztos, hogy a legsikertelenebb prédikációban is van egy fél mondat, ami nekem van számba. És ez a lényeg. Az a fél mondat ragadjon meg a szívemben és a lelkemben, és alakítson azt szerint az életemet. És ez a keresztény ember életnek a feladata, hogy minden nap hozzá igazítom magamat, Jézus Krisztus által fölállított mércéhez, és igyekszem azt elérni, jól lehet tudom, hogy teljesen elérni, sohasem fogom. De nem legyintek, hogy én már csak ilyen vagyok, velem már a Jóisten sem tud mit kezdeni. Mert akkor már megálltam, és ha megálltam, le is láttam. Hinnünk kell a végtelen Isten végtelen szeretetében, az ő irgalmában, és minden nap nagyon jól tudjuk és érezzük, hogy elhalmoz bennünket az ő szeretetével és áldásával. Ezt nem szabad sohasem elfelejteni. Testvéreim, ma evangéliumból egy mondatot kiragadva, ha valaki első akar lenni, legyen mindenki
között az utolsó, és mindenkinek a szolgálja. Nagyon fontos. Jézus más helyen írtani, így mondja, hogy amit teszünk másik emberrel, olyan, mintha vele tenni. Fontos, hogy lássuk meg a másik emberben Krisztust, és nyújtsuk felé a segítőkezet. Valóban minden ember dicsőítse, dicsőíthesse Szent Háromságát, Isten. Kedves testvérek, kedves paptestvérek, kedves hívek, megköszönjük a Jóistennek ezt a mai alkalmat, és én már eddig is itt voltam ebben a templomban, körben járva, körben nézve, kicsit nosztalgiával vissza tekintve az elmúlt évtizedekre, sokat épültem. Nagyon fontos, hogy az emlék bennetek is mély nyomot hagyjon. Többen voltunk itt, lelkipásztori munka elég megterhelő a manapság, hiszen egy papnak sok formája van, sok egyházmessége van, és nehéz elszabadulni. És úgy tudtam eljönni, hogy szóltam a Bertaléti kollégának, hogy az esti misi vállalja már el helyettem a tudatkor. Mert fontosnak tartottam, hogy itt legyek, találkozzam szeretett paptestvéreimmel, akik előttem az utcánban itt szolgáltak ebben a egyházmességben, ezekben egyházmességekben, és egymást erősítsük. Elbeszéljük, hogy mi volt egy-egy élményünket, valóban vidáman, baráti együttlétben, szeretetben töltsük el a hátralévő órákat. De most itt van a legfontosabb mindannyiunk számára, amikor körülveszünk az oltárt, közénk jön a Mester, minket erősít, titeket is erősít, és táplálja a lelkünket. Azért, hogy álljunk az életnek a viharait, azért, hogy tudjuk megtenni majd holnap és holnap után a következő lépést, és kincseket tudjunk gyűjteni. Szent Írás tanítása szerint, amit a mai is a rosda meg nem rá, tolva el nem lopott. Amely majd Istenhez érkezve, Isten elé állva, valóban érték lesz, és hallgatjuk majd Istennek a szavát. Jól van te hű és derék szolga, a kevésben hű voltál, menj be Urad örömére. Imádkozunk egymásért. Papok a hírekért, hírek a papokért, hiszen egy hajóban utazunk, egy úton haladunk, egymás segítve, bátorítva. A szeretetben megélve az egységet tudjuk élni, a parancsok által megmutatott életet, ekkor majd méltónak találhassunk az örök élet koronájára és boldogságára. Amen. Tiszteletet Istenben!
imádkozzunk, hogy szerénység és alázatosság lakjék szíveinkben. Hadd mondjuk, hogy egyházat pásztorai a szerint és alázatos szívű Jézus példáját kövessék. Hallgass meg! Plébánosok és lelki pásztorok lelkének, add meg, hogy az igazak boldog közösségében dicsőítsék a Szent Háromságot. Hallgass meg, Úr! Mennyei Atyánk, Te a mindennapi élet megpróbáltatásaival is nevelsz bennünket. Add, hogy ezeket szerint türelemmel vállaljuk, s így kövessük fiat példáján, aki él és uralkodik, mindörökkön. Thank you.
testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogad kegyesen népek adományait, hogy az üdvösséget, melyet buzgó hittel vall, a szent áldozat erejéből elnyer, Krisztus, ami Urunk álfa. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak és Tevünknek. Mi Urunk, szentséges Atyám, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Úrunk által. Ő születésével újjá alkotta a régi ember, és szenvedésével minden bűnt eltörött, majd föltámadásával megnyitotta az örök élet útját, s hozzá Atyához az égbe szállva, kitárta a mennyország ajtaján. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt, dicséretet himnuszát szerjük, és vég nélkül énekeljük.
vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem teljére, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Thank you.
hogy irgalmatolni tekkor mű, és baj nélkül ég, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztus, dicsőséges eljöttél. Mert így az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rád, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézed, hanem egy házat ítél. Őrizd meg szándékod szerint békébe, s add meg teljes egységét. Ti jössz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást, az Isten bárány. Ime, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten bárány. Uram, nem vagyok méltó, haj légy vagy el, hanem csak egy szóval van, és
jóságosan, állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét a szent áldozásban is, s keresztény életünkben is elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek, holnap Szent Misel áldozatvezesnek Gyula édesapáinak évfordulós és nejünk édesanyáért, édesanyáért. Lesz kedden Szlavics László fél édesapáinak évforduló Szent Misel. Szerdán Misó Jánosnő Kopnyák Margit és Veres István, Kopnyák Mária nővéreinkért. Csütörtökön Sikó István, Benics, Ilona Szürki évforduló Szent Misel. Pénteken Bognán István édesapáért évforduló Szent Misel, Veres János édesapáért második Szent Misel, fél héttől. Szombaton Szaniszló István fél édesapáért évforduló Szent Misel. Vasárnap, hétközi 26. vasárnapon pedig Németh Uras Turmán szülőként lesz évforduló Szent Misel. Megköszönjük azoknak a munkáját, akik a kőbányán segítettek a héttel szombaton. Jövő héten vasárnap délután 4 órakor lesz képviselőtestünk gyűlés, amivel szeretettel várjuk a képviselőket a pénzbányára. Önismereti csoportot, akik akar csatlakozni, lehet két, van még két kiadó hely, tehát október 15-én lesz az első alkalom, amivel együtt leszünk. Én örülök annak, hogy a sok kaptársam meg tisztelt azzal, hogy megtisztelt az egyházközséget, meg engem is, hogy itt jelen legyen ezen a szentmisén. Dr. Lengyel Gyula Erdőtelekő, Varga Béla Hallnagyról, Varga Berta Domosztóról, Keresztes László Kótairól, Szemény Péter, Füzes Anyagokból, Füleszk István, Egerből, ezeket még Feljöncsi Ferenc, Balatonról, Kovács László, Enelényről, Szarvas közben, Szerdán, majdnem József voltam, és mondtam, hogy akkor mindenkit mondtam, és József László, Tápán, Ferenc Károly, és város. Így akkor már a patoknak a nevét elmondja mindenkinek, aki eljött. Ezt azért nagyon értékeljük, ugye, mert az az ember, amikor már három misét elmondja délelőtt, akkor már annyira nincsen kedve beülni az autóba és elmenni egy másik helyre. Még akkor is, hogyha ez olyan nagyon szeretetteljes hely. Tehát én megmondom őszintén, hogy úgy szoktam csinálni, hogy kikapcsolom a telefon és én nagyon jól alszom, de hát ugye ez mindenkinek megvan a szokása. Én tudják mindannyian, hogy nem az érdemeim szerint vagyok Szent Péteri, tehát nem úgy kerültem ide, hogy valami nagyon tettem. Hiánybótlásként kerültem ide, ugyanakkor örülök természetesen, hogy itt vagyok. Azt is tudtam, hogy nem mindenki fog eljönni a mai napra, tehát nyilván természetes, hogy sok dolga van az embernek, de nem biztos, hogy éppen azért, mert valami egyéni vagy magányi szempont vezette az embert, hogy éppen nincs itt. Azokat is szeretettel köszöntjük, akik nincsenek, és azokra is gondolunk szeretettel, akik távol vannak. Még egy gondolat. Minden lelki pásztor szentrőbe adott a híveknek, a Jóistennek, az egyháznak valami értéke, amit én magam is értékelek, adott esetben még hálás szívvel meg is köszönök a mindenható Istennek. És remélem, mi is a kápránunkban tudunk adni annyit, amelyről majd a következő generáció is fog valamennyire élni. Szemeljen Péter, hogyha szót kér, úgyhogy átadom a szót neki. Dicsértessék fel Jézus Krisztus! Gondolom, talán én vagyok az, akinek különösebben nem kell bemutatkoznia, hisz
hiszen ennek az egyházközségnek vagyok a szülötte minden szempontból, de most elsősorban arra gondolok, hogy az itteni híveknek az imádsága, amiről Berci atya is beszélt a prédikációban, mennyire fontos, hogy egy ember, férfi vagy nő megtalálja életének a hivatását. A szülők sokat imádkoznak a gyermekeikért, hogy jól menjen a sor, boldogok legyenek, anyagiakban, szellemiekben, lelkiekben is megtalálják életük célját, értelmét. De a nagyobb közösség is, és itt gondolok az egyház közösségére, egy egyház községre, imádsága, meghallgatása talál az Istennél, amikor jó dolgot kér tőle. Én tudom azt, hogy bár már sok arc nincs közöttünk, és sokan már kint vannak a temetőben, lárnak a Jóistennél, nagyon sokan imádkoztak azért, hogy hosszú-hosszú évtizedek után a Szentlővény Egyházközségből is papi, szerzetes hivatások induljanak el. És hogy a beteg édesanyáért mondott gyermek imádságokat meghallgatta a Jóisten, ahogy hallottuk a Szentbeszédben, az itteni hívek szüntelen imádságát is meghallgatta, és ma is meghallgatja a Jóisten, és az eredményen tudjuk, hogy az lett, hogy két évtized lefordulása alatt ebből az egyházközségből két egyházmegyés papi és egy szerzetes papi hivatás született. Istennek legyen hála! Károly atya bemutatta az itt levő paptestvéreket, és ketten vannak itt közülük, akik idősebbek, akikre még én sem emlékezem, de akikre talán az idősebb testvérek közülünk emlékeznek. Ferjancsi Feri atya, aki már nyugállományban van, 1964-től 1970-ig volt káplán ebben az egyházközségben. És Keresztes László, aki a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyében kóparon szolgál, most ő pedig 71-től 3,5 évet, tehát 74-ig volt ebben az egyházközségben káplán. És persze fel lehetne sorolni még nagyon sok paptestvért, akik itt szolgáltak. Akire én visszaemlékezem, Gorbos Miklós atya, akivel egyes felesi kerületben vagyunk most, volt az első áldozó is 1980-ban, és persze Varga Herci atya, én is benne voltam abban a 280 gyerekben annak idején, és én is tudom, hogy hol ütöttük át itt a templomban a boltozatot, és engedtük le azt a palackot a kriptába, az egykori ferences szerzetesek földi maradványai közé, hogy örök emléke legyen ennek is. És szeretettel emlékezzünk meg valóban Békis János atyáról, aki mindenki számára csak esperes úr volt, hiába kapott ő annak idején kanonoki kinevezést, ő esperes úr maradt minden ember számára, és ő volt az, akihez még a tanácselnök is tanácsot ment kérni, aki 53-tól 93-ig haláláig 40 esztendőn keresztül szolgálta Isten itt lévő népét. Egy évvel ezelőtt, amikor az Eger melletti Antor naptáján egy baráti rendezvényen vettem részt, Tisza nánaiak is voltak ott, Béla, te biztos ismeri, hogy
miről fogok talán most beszélni. Bemutatták nekem az tiszonálmai polgármester urat, és bemutattak egy tanár urat is. Bemutatkozott nekem, Békés János. Hát én ezt a nevet már hallottam, de ő már Tiszanárnál temetőben nyugszik, annak idején, ami falunkban volt, Esperes Péváros. És ő elmondta, hogy természetesen a rokonság, unoka öccse, az elmúlt Esperes Péváros. És jó Istennek a gondviselése az, hogy most hitoktatót kerestem, és jelentkezett nálam egy fiatal házaspár, akik szintén Tiszanánáról jöttek, környékbeli falvakban mindenhol tanítanak majd hittan, sőt már ugye elkezdték az új tanévben, és a fiatal házaspárnak a hölgy tagja ennek a János bácsinak a leánya. Tehát valahol megmarad a kapcsolat ezzel a családdal, és Istennek a dicsőségét szolgáljuk, akár a kitoktatásban, akár pedig szép emlékeket felidézve annak idején az Esperes úr szolgálta Isten dicsőségét és a hívek javát szemlőben. Mindig örülök, hogy én is átléphetem ennek a templomnak a küszöbét, mert jó érzés arra gondolni, hogy engem ebben a templomban Békés János atya 1971. augusztus 1-jét megkereszte. Itt volt az első áldozó, itt bérmálkoztam, és a Jóisten kegyelméből ezen oltár előtt szenteltek áldozó pappá is. Ennek a templomnak az ősi falai, az ezekről kiálló levegő, lelkület és a sok-sok imádság, amit ezek a falak az évszázadok során magukba szívtak, hatással van mindenkire, és hatással van természetesen rám is. Büszke vagyok arra, és úgy gondolom, mint István atyával is elmondhatjuk, és Arnold atyával is, Kortobágyi Péter testvérünkkel, hogy szemlőiek lehetünk, hogy innen indultunk el Isten népét szolgálni, és mindig örömmel térünk vissza gyökereinkhez. Jó Istennek hálát adva, és a mai élő hívek további imádságait kérve, hogy az Úr segítsen meg bennünket szüntelen kegyelmével az ő szolgálatában, a szeretetnek a küldetésében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a minden ható Isten, az